Némileg átalakult, egészen pontosan megcsapant játékos kerettel várta a bajnoki rajtot az NTK, a távozó Stréjer Tamás és Szegő Levente helyett ugyanis nem érkezett új játékos a csapathoz. Mindettől függetlenül a nyitányon a házigazda Zalaegerszeg volt a mérkőzés torony magas esélyese, és bár érvényesült is a papírforma, a nyíregyháziak számára hízelgő a 6-2-es végeredmény. A Zalaegerszeg idén is egy bajnok aspiráns csapat, egy abszolút stabil gárdáról beszélünk, több világbajnok alkotja a csapatot. Igazából ez egy felkészülésnek azt lehet mondani, egy hosszabbított, elnyújtott állomása volt, és ennek tudatában egy kicsit lazábban játszhattunk, és rögtön az első sorba próbáltunk is feltolni az erősebb játékosokat, és meg is volt az eredménye azáltal, hogy Fehér Béla megverte a világbajnok Bohanta Klaudiót, még Mogyorosi Péter is világbajnokot vert Farkas Sándor személyében, úgyhogy már maga ez a két tény is egy csoda volt számunkra, és egy nagyszerű öröm, míg mellette a harmadik emberként, mivel a hatsávos pályáról beszélünk, a Haker Dezső is fejfej mellett haladt, és mondhatni azt, hogy egy szoros csatával kezdtünk. A másik sorban azonban érvényesült abszolút a papírforma, és vereség lett a vége, de mindenképpen emelt fővel távozhattunk Zalaegerszegről. Mivel a nyíregyháziak csarnokában pályafelújítási munkálatokat végeztek, a második fordulóban is idegenben lépett dobóállásba a csapat. A nemzetközi porondot megcélzó Szent Gotthárd 7-1-re győzött, de ezen a mérkőzésen is volt miért örülniük a vendégeknek. Úgy kezdtük a mérkőzést, hogy Fehér Béla 643-val messze a mérkőzés legjobbja lett, és mellett a Mogyorosi Péter is majdnem pontot szerzett, így előnnyel vághattunk neki az első kör után a folytatásra, azonban nem sikerült továbbvinni a bravúrt. A végén még a Haker Dezsőnek volt lehetősége pontot szerezni, párfán elmentek a szettpontok, de azt lehet mondani, hogy sok helyen izgalmas csatával, de mégis fában, közel 200 fával alul maradtunk a Szent Gotthárddal szemben. Semmiképpen nem volt csalódás számunkra, mert mi mindenképpen a részsikerekből táplálkozunk, és most a következő hétvégén is idegenbe fogunk dobóállásba lépni, méghozzá Kazincbarcikán, és ez a két mérkőzés volt a felvezetése számunkra, mert a kazincbarcikai egy 4 pontos mérkőzés lesz, mindenképpen győzelmi reményekkel vágunk neki. Tavalyi bajnokságban sikerült őket Kazincbarcikán megverni, úgyhogy nagyon-nagyon szeretnénk a 2 pontot elhozni. A Kazincbarcika nyitófordulóban hazai pályán 6-2-re nyert az Ajka ellen, majd a második körben Szegeden 7-1-es vereséget szenvedtek a borsodiak.